Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, én Tamás, és itt van velem Ábel. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, remélem, hogy nekem is van a hangom. Ábelnek is, beszélj! 1, 2, 3! Profi stream, bazd meg! Ismét felkeresett minket a OneRP, ugye már sokszor játszottunk itt, és ismét együttműködünk velük egy ideig, úgyhogy itt fogjuk tolni, mint GTA-t RP, hát van pár, hát tervünk, hát most amúgy azt kell dönteni, hogy illegál vagy legál. Ebben a részben ezt el kell döntsük, még mindig kezdő player van kívül, nekem is kezdő player van a fejem felett. De hát már nagyon sokat játszottunk itt, mikor tűnik el? A gyerekek, valahol el kell kezdeni az életet. Itt a naplementében. Nekem 1100 dollárom van, neked mennyi pénzed van? Hát kézben 1900. Munkanélkül vagyok, jó. 1200 van át készpénzbe? 1900 van nálam. 1900? Igen. Lehet kéne, hogy egy ház, mennyi egy ház vajon? Valami csöves helyen kéne egy ház. Elég fura. Jó kis robogó ez. Na gyerünk. Ajaj. Két izé köcsök bevándorló. Várj, ha van... Így tankolnunk kell. Inkább megtankolom. Na várj, kutas. Gondolom itt az NPC-nél kell, igaz? Nem tudom. Szerintem igen, és akkor rákattintok. Neked nincs kifizetetlen üzemanyagod. Ja nem, akkor itt csak fizetni kell, várjál. Most bele kell jönni itt a dolgokba újra. Na várjál akkor. Egy se ezzel robogó. És akkor elkövettünk egy robogót annak. Töltőpisztolyra kattint csak rá. És kajak, geci. Igen, és aztán... És kajak, és tölti a benzin. Beszarok a mondani. Na de várjál. Mennyit? Ja, ott van. 7 liter, 8 liter. Ilyen drága a benzin! Már 400 dollárnál járunk. Már 500 dollár. Jó, nem töltök be, 20 liter belement, 600 dollár mínusz Ábel. 1100 dollárom van csak. Úristen, hát szerintem nem fizetünk. Szerinted, hogyha nem fizetünk? Nem fizessünk? De mi van, hogyha jönnek a rendőr? Azt mondod? Akkor menekülünk. $600 a benzin. Automatikusan, jó, akkor ki kell fizetni, jó, akkor kifizetem. Rip. Fuck. Pedig az olyan jó lehet. Én megléptem volna. Porralás. Jó, hát nekem elfogyott a pénzem. Kifizettem. $400 maradt, ez az összvagyonom. Várjál, lezárom a robogot, erre lopják a kis vagyonunkat. Imádkozzunk. Ja, na, nem eszem. Itt is rá kell húzni? Nem. Bejelentkezés folyamatba. Jó, van 7000 dollárom. Ó, van számlám. Akkor rak fel a számlára a pénzt, el ne rabolják. Van 150 dodom. Jó, rak fel, ami most a kezedbe van, nagy részét. Nem mindegy, csak... De te is, akkor itt látom, hogy kivettem 2500-at. Befizetett... Igen. Meghozza... Mi? 150 dollár meghozza... Nem. Jó, hadd, jó. Esik az eső. De jó, akkor robogóval jók leszünk. Inkább csukjanak le egyet. Nem, hát a jogosítvány meg... Mi? Miért 400 dollár meghosszabbít a jogosítványt? Hát nálam nincs elég pénz, úgyhogy buktat. Jó, nem hosszabbítjuk meg. De várjál már, lehet drágábbra megbüntet a rendőr, nem? Ha el. Hát de úgyis elkapnak. Jó, meghosszabbítom, csak a jogosítványt. Jó, hát akkor most elmegyünk a szerelő telepre, és megpróbáljuk az autóinkat. Látod, ezek szerintem itt eladóak. Ez itt egy autókár. Ja, ott van.
950 000, 850 000. Hát de nekünk mikor leszik ilyen autóink, bazzreg? Úristen, nagyon csórók vagyunk. Ne szórakozzunk már. Hát figyelj, akkor meg kell kérdezni, hogy vontatnak-e itt. Maguk itt tudnak vontatni? Figyelj a tűzoltókat. Akkor elmegyünk a tűzoltókhoz. Én most nem hívom ki őket, mert lehet, hogy ki se jönnek, szóval inkább elmegyünk a... Hol vannak a tűzoltók? Itt van akkor, ez megvan. Akkor megyünk oda. Van itt élet amúgy ebből a városba. Pusse, hogy nézett ki ez a kocsi. A gecit ilyen luxus autókkal mennek, meg itt szarakadunk robogóval. Fú, de csórók vagyunk. Gördeszkázik az ember! What the fuck? Menjünk. Ami külös volt, Rick. Hey, bad, menjél. Olaszok vagyunk, olaszosan vezetünk. Ah, itt vannak. Jó, na akkor... keresik én egy embert. Ki állj be a tűzoltó autóval, hogy ne tudjon kiállni. Micsoda? Körbenézzünk, van itt ember. Fire training. Ez tudni nem lesz. Nem, ez kezdő. Adjanak a segélyhívást, hát ha megy valaki. Hát jó. Most menjünk oda! Jó, hát nézzük meg! Jó, akkor majd áll be lesz az Tamás GT-t online! Autóverseny! A következő videó ez lesz szak! Na nézzük! Ó, geci! Ott van! Jaj, na várjál, lezárom az... Feljel a vízbe! Várjál, próbáljuk meg! Nem tudom, hát ha valahogy kiszedjük még! Aaaaah! Oda se tudok úszni! Elvisz a víz! Be van zárva, várjál! Jó, kinyitottam. Ha fél, lehet, lehet kiszedjük innen. Na. Hopp, beszállok, beszálltam. Beindult! Helyen? Megy az autó, várjál. Lefulladt, bazd meg. Lefulladt. Nem tudod újra beindítani? Nem tudjuk, hogy kitolni amúgy, de oda partra kitolnánk, akkor már valami lenne, vagy nem tudom. Nincsen az autója. Hát be lehet tolni a kocsit. Oda nézzél, Mauro, az olasz ember. Ne arra told. De csak előre lehet. Így jobbra kitolom. Fakó! Gyerünk, Mauro! Gyerünk, Mauro! De várját, akkor... Meg ne halljak! Jó, nem jó. Mindenem eltört! Lábam, kezem, testem, mindenem eltört! Vakartam a seggemet, na. Adam Cooper. Na. Jól nézzük, de dolgosok amúgy. Halló! Halló! Na, ez a szinkron esés. Na? 3, 2, 1, bam! Ez itt nem működik, mi? Működik. Geci! Várj, áll, szélére állok. De nehez! Csórók vagyunk. Hát ez most ilyen 5000 dollár lesz. Mi van, hogyha nem tudjuk kifizetni, akkor mi lesz? Hát... Börtön vagy mi? Nem tudom. Na jó, értem azt, hogy érkezik hozzánk egy izé, egy mentős egység, szóval most el fognak minket látni, de az autónk visszakerül, baszki, azt nem mondjál. Hát itt most az autó a fő lényeg.
Mi vagyunk a másodlagosak. Jó van, akkor csak befáslizza, mit tudom én aztán jól van. Fagyult el le? Persze, itt egy. Amit tudod, mi lesz az RP-nk? Ha nem jön össze semmi. Kiülünk ilyen publik helyekre, ilyen csöves, felszünk csöves ruhákat. És kiülünk ilyen publik helyekre. Ja. És kéregetünk, bazzen. Ha más nem, nincs jobb ötletem. Nem látom, hogy mi történik. Te látsz valamit? Még ott a kocsi vagy? De lehet csak lerpéz, aztán, aztán jön egy admin és kigeteli amúgy. Kigeteli, jajjá. De durva lett volna egy helikopterrel, tudja a kocsikat mágneselni meg ilyen. Jó, engem teljesen meggyógyítanak. Igen? Hívtam szerelőt. Na, anyósa, go, aztán let's go! Követlek titeket. De egyszerűbb, hogyha kijelölöm. Valószínűleg ti gyorsabbak lesztek. Let's go! Na, húzzunk be! Na, zúzzunk be! Na jó, ne. Hát, ide soha többet nem jövünk, bazd meg. Kész, most már Mauro Luigi-nek az IC karakteremnek most már izé ilyen... félelmei, meg rosszat fog álmodni erről a folyóról. Minden a tiszteletet fog, meg sót fog magam mögé szarni. Ez ilyen elátkozott folyó amúgy. Nem baj, most már sinem vagyok, ez az. Sinem lesz az életünk, vagy nem. Figyelj már, jó, jó ez a robogó, megy, ez bírja, kapar. Ugye bejellek. Hát nem. Adom, nem. Stabilan. Hát, de hogy is nem lesz. Amit úgy ki tudtak volna minket rabolni, vágyatunk a semmi közepén. Idét van egy banda, bazzeg. Hát mínusz 100 dollár van nálam. Semmi. Megmondtam volna, ott az a kocsi, vihetitek, csak szedjétek ki előtte valahogy. Amúgy megjöttünk, jó van akkor. Na, és akkor most halljuk az árat. Mennyi az annyi, bazzeg? Én nagyon félek most. Az a gesz, hogy én nem mondtam meg, hogy ugye mennyibe fog kerülni. Mi van, hogyha... nem tudjuk kifizetni, bazzeg. Ah, egy sok szervé van. Leparkolok ide. Hát van valakinek. Dino, Winfred! Ő a haverunk! Ah, ez mennyibe fog kerülni, bazdmeg? Én nagyon félek, hogy nem lesz rá pénzünk olyankor. Mi van bajom? De legyen úgy, hogyha egy olyan átmond, amit nem tudunk kifizetni, azt hazudjuk, hogy oké, oké, csinálják meg. Elmegyünk a pénzért! 2 perc múlva itt vagyunk. Szerinted lehet ilyet is elmegyünk a picsába? Robogóval, azt nem jövünk vissza, vagy nem tudom. Nem tudom. Bazd meg! Ja, jó! Mi az? Várjál! Hát... szerintem csak a motort fogjuk megjavítani, semmi mást. Már mennyi? Hát, jobb első légzsák cseréje 15 ezer dollár, bal első légzsák cseréje 15 ezer dollár, forgalmi engedély kiállítása 8500, olajcsere 2000, karosszéri javítás 2700. Hát akkor csak egy izéken. Jó, akkor motorjavítása, 2500, hát kurva drága amúgy szerés megkezdése. Jó, szerelik. Jó, működik. Ah, jó. Na, jó van. Ah, ez az. El se hiszem, hogy sikerült.
Jó kis járgány! A gyere, robogot beindítom akkor neked. Ja, leszorítanak. Mondok jobbat! IC-t tudjuk amúgy... Tehát mi IC-t? De amúgy tudjuk az olasz maffiát, nem? Jó, nem amúgy ott, csak akkor azért voltunk benne, mert... hogy bemutassuk nektek az illegált. Beraktak minket, szóval... Azt igazából sem is beveszem, viszont... Az olasz emberkével IC-m is ismerkedtük meg, mikor szerelő voltam. Akkor ismerkedtem meg vele, úgyhogy ezt felhasználhatjuk szerintem. Ugye nem engem? Dehogy is, nem. Elment mellettem. Szerintem kövi részbe fel fogjuk hírni az olasz csávót. Hát, ha felveszi még, nem tudom. Egyelőre itt lakunk a sikátorba, szerintem. Ja, aha, ott ez a kuka, a nagyobb kuka. Ez a, ezt a kis bódit itt betörjük, azt ilyen kis... Godnokház. Nagyobb kuka az enyém. Úgyhogy srácok, legközelebb innen folytatjuk, jó éjszakát kívánunk és szevasztok, cső. Gyasztok. Csórok meg. Ha még nem tetted meg, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és kövess a srácokat a Facebookon is. Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem.